tapssal köszöntötték Áder János magyar köztársasági elnököt és Szabó Gábort, az intézmény rektorát a Szegedi Tudományi Egyetemen, ahol sokak szerint kezdetét vette az 1956-os forradalom és szabadságharc. Az akkori szegedi eseményeket Kiss Tamás elevenítette fel, aki maga is a Magyar Egyetemek és Főiskolák Egyesületeinek Szövetségének egyik alapítója. A rövid történelmi visszatekintés után elhelyezték a kegyelet virágait a MFSZ emlékműnél. Terror volt, elnyomás volt, ami alól mindenki szeretett volna megszabadulni, felszabadulni, azonban a szüleink, nagyszüleink korosztálya olyan rettegésbe élt, hogy ránk fiatalokra, 20-22 éves egyetemistákra várt az, hogy egyáltalán kimondjuk az akkor kimondhatatlan, és valamit tegyünk a rendszer megváltoztatása érdekében. A koszorúzás után a megemlékezés ünnepi szenátus üléssel folytatódott, amelyen Áder János Magyarország köztársasági elnöke is beszédet mondott. Áder kiemelte, a szegedi diákok nem születtek forradalmároknak, mégis hősökké váltak. Szabad és demokratikus választást akartak. A törvényesség nevében szóltak, mert fiatalon is meg tudták ítélni, hogy a kirakat perek és politikai ítéletek sora az igazságszolgáltatás megcsúfolása. A függetlenséget hiányolták, mert látták, mit tesz egy néppel a csatlós élet. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora arról beszélt, hogy a problémáink most is megvannak, ezeket az 56-os forradalom receptjével lehetne megközelíteni. Kellenek lelkes, tetrekész fiatalok, felelős vezetők és összefogás. Ha ez a három tényező megvan, alig ha történhet bármi baj, hangsúlyozta professzor. A Magyar Egyetemek és Főiskolák Egyesületeinek Szövetsége 1956. október 16-án alakult meg Szegeden. Ezen felbátorodva az ország egyetemistái MFSZ szervezeteket alakítottak, és csatlakoztak a szegediek követeléseihez és az 56-os forradalom szikrájának kipattanásához.